a mi hegedelmünk és Isten tiszteletünk megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten tiszteletünket a 133. Zsoltár éneklésével kezdjük meg. A Zsoltár így kezdődik, imé mi jó és mi nagy gyönyörűség. Elfoglalva. Folytassuk Isten tiszteletünket magasztalva, mi Urunkat, a 184. dicséretet énekeljük végig, valamennyi versével, így kezdődik, mindenek meghallják. Mindenek meghallják, és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség, hanem az Úr Isten építi a házat, ahány építője, mint hiába fárad. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. Hogyha a városnak, a vagyháznak népét nem az Isten őrzi, hidd el annak vesztét. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. Csak hiába nézen, reggel fölkelistek, néktek kik erősen, Istenben nem hisztek. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. Eképpen történik, mindnyájan ti néktek, munkával, bánattal kenyeret kékeztek. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. Nagy könnyen az Isten mindent ad azoknak, kik csak benne bíznak, s hozzá fohászkodnak. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. Mint a sebes nyílak az erős kezében, erősek a hívek Isten kegyelmében. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. Lelkét hittel erősít.
Isten ellenségét bizonnyal meggyőzi. Nincsen Isten nélkül segítség és üdvösség. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, olvasom Istennek ígéjét az új szövetségből, a Lukács írása szerinti Szent Evangélium 12. fejezetének, a 13. versétől a 21. vers végéig terjedő ige szakaszból, a megnevezett helyen így szól hozzánk Isten ígéje. A sokaságból így szólt hozzá valaki: Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt: Ember, ki tett engem bíróvá fölöttetek, hogy megosszam az örökséget? Aztán ezt mondta nekik: Vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Azután példázatot mondott nekik: Egy gazdag embernek bőtermést hozott a földje. Így gondolkodott magában: Mit tegyek? Nincsen hova betakarítanom termésemet. Majd így szólt: Ezt teszem. Lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda gyűjtöm be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit fölhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Áldja meg a mindenható az ő igéjének hallgatását, szívünkbe befogadását, megtartását, imádkozzunk. Drága Urunk, szerető mennyei édesatyánk, bármilyen anyagi helyzetben vagyunk is, azért jövünk el ide a te házadba, mert kimondva vagy kimondatlanul lélekben szeretnénk gazdagodni. Azért jövünk el az Isten tiszteletre, mert isteni érintést, még konkrétabban isteni áldást szeretnénk nyerni. Mert az egykori Zsoltár szerzőnek a bölcsességét mi is átéltük és megtapasztaltuk már, amin nincs az Isten áldása, az mind hiába valóság. Az egy mókus kerékben való küzdelem. Az a hiában, Urunk, minden lehetséges. A kevés elég lesz. És az, ami a mi számunkra emberileg talán beszűkült vagy korlátozott, az igéd és lelked által tágasságot nyer. Azt kérjük, Urunk, ennek az Isten tiszteletnek az elején, hogy tágas térre vigy el bennünket. Nyisd meg a szívünket, a lelkünket, az értelmünket, hogy a te szavad megtaláljon bennünket. Nem vagyunk erre érdemesek és méltóak, mert ugyancsak egy Zsoltárral együtt valljuk, hogy bűnben születtünk, és bűnben melengetett bennünket az anyánk. Nálad azonban, hit által, a te fiad Jézus Krisztus érdeméért van bűnbocsánat. Ezt kérjük tőled: bocsásd meg a mi bűneinket, tekints le ránk, szólj és érints meg bennünket. Áld meg ne csak a mi gyülekezetünket, hanem mindazokat, akik szerte ebben a világban együtt vannak a te nevedben, és a te lelkedet segítségül hívják.
Amen. Helyünket elfoglalva a 122. Zsoltárt énekeljük, mind a két versével a 122. Zsoltár így kezdődik, örülök az én szívemben. Szeretett testvéreim, az előbb hallott újszövetségi evangéliumi ige részlethez még egy ószövetségi szakaszt olvasok föl, és kérve az Isten lelkének erejét, ezen ige helyek alapján szeretnék szólni. Ez írva található a kezdetekről szóló bibliai könyv, tehát a Mózes első könyvének a 13. fejezetében. Egyrészt az első 13 verset olvasom, majd pedig a fejezet utolsó 18. versét. Amíg az ige szakaszt olvasom, tehát még egyszer a Mózes első könyvének 13. fejezetéből olvasom az igét. Abrám följött Egyiptomból a feleségével és mindenével együtt, amilyen volt. Lót is vele jött a délvidékre. Abrámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága ezüstje és aranya. A délvidékről tovább vonult előző szállásai mentén egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott Bétel és Áj között, annak az oltárnak a helyéig, amelyet ott először készített. Ott segítségül hívta Abrám az Úr nevét. De Lótnak is, aki Abrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket. Hogy együtt lakjanak, olyan sok volt a szerzeményük, hogy nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Abrám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a periziek is ott laktak azon a földön. Azért Abrám ezt mondta Lótnak,
Ne legyen viszály közöttem és közötted, az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az egész ország, válj el tőlem. Ha te balra tartasz, én jobbra megyek. Ha te jobbra mégy, én balra térek. Ekkor Lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld, mert mielőtt elpusztította az Úr Sodomát és Gomorát egészen Coárig, olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. És elindult Lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Abrám Kánaán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén fekvő városokban, a sodomai férfiak pedig igen romlottak, és vétkesek voltak az Úr előtt. Így vonult tovább Abrám a sátraival, és letelepedett Mamré tölgyesében, amely Hebronban van, majd oltárt épített ott az Úrnak. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, ezt a mai napot a gyülekezetünkben a reformációnak, illetve annak fontos hangsúlyainak szenteljük. A felolvasott ószövetségi ige szakasz a hit atyához, Ábrahámhoz vezet el bennünket, aki az első, az ószövetség népe, és a keresztjének számára is az Istenbe vetett bizalomban és a neki való engedelmességben. Az Ábrahám történetekből, itt még a névváltoztatás előtt vagyunk a felolvasott ige szakaszban, Abrámnak hívták eredendően ezt az embert. Az életében nagyon sok történet jelenik meg. És nem mindegyik arról beszél, hogy ő egy hibátlan és fedhetetlen ember volt. A felolvasott ige szakasz azzal kezdődik, hogy Abrám a feleségével feljött Egyiptomból. Mi is történt ott Egyiptomban? Abrám, hogy mentse a maga életét, a feleségét áruba bocsátotta. Nem nagyot hazudott, csak félig, amikor azt mondta, hogy a húgáról van szó, mert rokonok voltak, unokatestvérek voltak, mégis a felesége Sára az egyiptomi fáraó háremébe kerül. A hazugságból, abból még soha nem jött ki jó. Ennek az embernek onnan kitellett a becsülete, még jó, hogy nem ütötték agyon, csak elzavarta a fáraó. Egyiptom földjéről. Így érkezik meg. Nem könnyű az életben ilyen terheket hordozni, és aztán a házastársával leélni egy egész életet. De legyen hála az Úristennek, hogy ő munkálkodik, és elvégez bennünk dolgokat, amire magunktól talán soha nem jutnánk el. És ez a történet, ami már megint Kánaán földjén játszódik, erről beszél. Mit mond el a Szentíró? Egy konfliktus helyzetet tár elénk. Ugye Ábrahám és Sára gyermektelenek voltak, amikor eljöttek Mezopotámiából, Háránból. Ezért valószínűleg magukkal hozták Lótot, Ábrahámnak az unokaöcsét, hogy ő legyen az örökös. Ő volt a kiszemelt örökös. Most, amikor megjelennek Kánaán földjén, akkor kiderül, hogy korlátozott. Azt mondja a Szentíró, hogy ez a terület nem tudta eltartani őket. És ez nem egy tyúper volt a két ember, illetve a pásztorai között, hanem ez egy kenyérküzdelem volt. Hogy tudják megoldani ezt a helyzetet, ezt a feszültséget? Területet,
csak jó és gazdag területet, legelőket, csak az egyikük választhatott. És amikor azt mondtam, hogy az Úristen munkálkodik Ábrahámban, akkor valóban az történik, amire nehezen lehetne számítani. Pontosabban az még egy logikus lépés, hogy Ábrahám azt mondja, hogy el kell válnunk. És mind a kettőnknek saját területet kell választania. A folytatás azonban teljesen szokatlan. Azt mondja Ábrahám az unokaöcsének, Lótnak, hogy válasz. Nem kell visszamenni az ókorba, még 100 évvel ezelőtt is egy patriarchális, tradicionális akárnak volt döntési, meg választási joga, hanem kizárólagosan az idősebbnek. Évezredekkel ezelőtt ez még inkább így volt. Ábrahám erről lemond, és megadja az esélyt az unoka öccsének, Lótnak. A Szentíró elmondja, hogy Lót az az ember, mint aki az emberek túlnyomó többségét megmintázza. Ha jól tudom, valahogy így mondja az ókori bölcsénél. A Szentírás kicsit cizelláltabb, és azt mondja, hogy az ember azt látja, ami a szeme előtt van. És mindjárt hozzáteszi az Úristen meg azt, ami az ember szívében lakozik. Lót mit lát? Fönt vannak Bételnél, magaslaton, lenéz a Jordán völgyre, és látja, hogy a zöld, termékeny terület. És Lót nem ostoba ember. Azt választja, ami logikus, ami kézen fekvő. Talán még azt sem mondhatnánk, hogy kapzsi. Persze, ő benne is az munkál, meg, mint ami az emberek túlnyomó többségében, hogy a legfontosabb, hogy mi az én érdekem, mi az én szempontom. És az mindent felül ír. Lót még nem olvashatta azt a bölcsességet, amit a példabeszédek könyve fogalmaz meg. Van út, amely egyenesnek látszik az emberek előtt, de végül a halálba vezet. Ma is úgy van, hogy ha választani kell, a kevésbé tehetős, meg a tehetős között az emberek túlnyomó többsége értelemszerűen a gazdagabbra, a többre teszi le a voksot, számol. Tudnék az Úristennel. És itt szeretném idehozni a Jézusi példázatot. A Jézusi példázatban ez a bizonyos bolond gazdag mindennel számol. Rogyásig vannak a csűreim, nekem már csak egy dolgom van, hogy azokat bővítsem, utána meg hanyat dőljek a karosszékben, és élvezzem az életet. Egy valakivel nem számít, tudnélik az Úristennel. Van, hogy azzel sem számít, hogy kik közé fog ő majd letelepedni. Milyen népség az, amely azt a vidéket, azt az úrkertjét, ami olyan, mint Egyiptom földje lakja. Ez Sodoma környéke. A Bibliát olvasó emberek tudják, hogy mi lesz majd itt a folytatás. Pontosan az, amit megfogalmaz a bölcsesség irodalom, hogy itt nem élet, meg nem gazdagság lesz egy darabig őleg. Csúfos bukás, menekülés és halál. Egy picit tovább gondolom ezt a dolgot, amikor azt mondom, hogy Lót is olyan az az ember, mint hogy az emberek jelentős része, aki sikeres szeretne lenni. És a sikernek az értékmérője az a vagyon, a befolyás,
a népszerűség és a hatalom. Az Isten igéje ezen a helyen is és másutt is arról beszél, hogy ennek a világnak az irányultsága és valósága, illetve a hit útján való járás az más. Úgy is lehet mondani, hogy egészen más. Akkor, amikor embereknek hatalmas energiáiba kerül, hogy menedzseljék magukat, építsék a karriert, aközben elfeledkeznek arról, vagy éppen kiiktatják, vagy nem is tudnak róla, hogy az az út, amelyen a hitben előttünk járó nemzedékek jártak, az egészen más. És ezt az egészen mást, ezt Ábrahám mintázza meg. Az első hangsúly, amit lehet Ábrahámmal kapcsolatban mondani, nem magát tolja előre, ahogy erről már az előbb beszéltem, hanem megadja az elsőbséget annak, akinek jog szerint nem jár. Ábrahám tud a háttérben maradni. Csak utalok, nem beszélek részleteiben arra, hogy a mi hitünk beteljesítője az Úr Jézus Krisztus ugyanezt mintázza meg. Nem magát tolja előre, hanem épp ellenkezőleg. Alázatos maradt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Ábrahámban bölcsesség van. Akkor, amikor fölismeri, hogy a helyzet megoldást igényel, mégpedig azért, mert kitörhet a konfliktus. Lehet, hogy nem csak a szavak szintjén, hogy tudnék a pásztorok elküldik egymást a bánatos életbe, hanem lehet, hogy a tetlegességig fajulhatnak a dolgok. Ábrahám itt már egy a békéért. Területet a békéért. Ábrahámmal kapcsolatban hadd mondjam el, hogy itt egy kicsit, mintha elővételezése lenne annak, ami néhány fejezettel később megjelenik, hogy eljön hozzá Sálem királya, akit Melkisédeknek neveznek. Ez a Sálem, meg Sálom nagyon nagy valószínűség szerint Jeruzsálemet jelenti, a béke helyét, a békevárosát. Ábrahám fölismeri azt, hogy az erőszak, legyen az verbális, vagy legyen nagyon konkrét háborúság, az nem vezet megoldásra. És Ábrahám békét köt. Hozzá kell tennem, a békekötés, ami hitünk szerint, az kezdődik azzal, hogy megbékélek az Istennel, és úgy meg tudok békülni a másik emberrel is. Területet békéért. És úgy körülbelül, ezek körül, a dolgok körül forognak az ottani nagyon véres és tragikus események. Hadd emlékeztessek arra, hogy a napokban lesz 28 éve annak, hogy merénylet áldozata lett az akkori izraeli miniszterelnök, Yitzhak Rabin. Nem egy palesztin lőtte le, nem is egy fanatikus arab, hanem egy honfitársa, aki nem tudta elfogadni azt, hogy a miniszterelnök a kormányával békét köt egymás után az arab országokkal és a palesztinokkal. Úgy van, szeretett testvéreim, hogy sokszor a béke az áldozatokon át megy. Valakinek meg kell halnia, hogy megszülessen akárcsak az esélye a békének. Pál apostol azt írja,
megrázó módon, és ebben én mindig belerendülök, hogy az Úristen az ő fia halálában békélt meg ezzel a világgal. Valakinek meg kell halnia, hogy aztán béke lehessen Isten és ember között, ember és ember között. Ábrahám a béke emberé, a béke embere. Néhány évszázaddal később az egyik Zsoltárban azt olvassuk, hogy a jövő a béke emberéjé. Mindez hogyan lehetséges, hogyan történhet meg? Még egy mozzanatra szeretném fölhívni a figyelmet, ami lehet, hogy nem volt olyan feltűnő, de mégis itt van a felolvasott szövegben. Amikor megérkeznek Egyiptomból délről, akkor észak felé halad Ábrahám, eljut addig az oltárig, amit először épített, amikor északról, Mezopotámiából megérkezett. Oltárt épített az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. A felolvasott ige szakasznak a végén mit olvastunk? Ábrahám tovább Hebronba, és ott oltárt épített az Úrnak. Az unokaöccse Jób megveti a köveket, mert azok haszontalanok. Ábrahám pedig lehajol, és elkezdi összerakosgatni a köveket. És a kövekből oltárt épít, ahol segítségül hívja az Úr nevét. Oltártól oltárig. Ez a hívők atyának az útja. Hogy a magunk nyelvére fordítsam ezt a dolgot, egyik Isten tisztelet, hogy segítségül hívjuk az Úr nevét. Mert talán mi is belátjuk azt, hogy az Istenbe vetett hit az engedelmesség, meg a békességnek a munkálása a szívünkben és a praxisunkban az magunktól nem megy. Oda be kell hívni az Úristent. Hogy a gyülekezet tagjainak az életében egyik Isten tisztelet és másik Isten tisztelet között mennyi idő telik el, ezt kérem, hogy mindenki saját magával, meg az Úristennel vizsgálja meg. Neki építünk oltárt. Neki zengjük a zsoltárokat és a dicséreteket, és őt hívjuk be az életünkbe. Miért is? Hát azért, amit a 127. Zsoltárnak a parafrázisában énekeltünk. Mert ha nincs rajtunk az Isten áldása, elmetlen és üres, és robotolhatunk, és kitehetjük a lelkünket. De az Isten áldása nélkül csak az üresség és a meddő emberi fáradozás az, ami az osztályrészünk. Vele azonban ezzel szeretném befejezni, mert a történet ide teszi a hangsúlyt az Isten áldásával. Minden lehetséges. Még az is, hogy az az Ábrahám, akit elhagyott az unokaöccse, majd ő fogja megmenteni, ő fogja kiváltani, és rajta keresztül, ahogy az Úristen mondja és ígéri, áldást nyernek nem csak a leszármazottai, hanem a föld minden népe és nemzetsége, mi is. Ezért legyen dicsőség az Istennek. Akkor a 239. dicséret verseinek az éneklésével így kezdődik az ének: Kegyelmes Isten. Thank you.
gondomat, ezért utam ott, mert csak rád maradtam. Add meg én nékem, én reménységem, szerint vadójódat. Áld meg fejem, legyen dicsőség neked, Urunk, hogyha a te igéd nem szólt, hiába elért és megérintett bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy te utánunk jössz, mint ahogy utána mentél Ábrahámnak is, és mindenkinek, aki a hit útján járt, de megbotlott. Mert nem szeretnéd, hogy a tiéid elvesszenek. Köszönjük a te igédnek azt az üzenetét, ami számunkra fontos volt, add, hogy azt ne hárítsuk el magunktól, hanem add, hogy az ott lakozást vegyen a lelkünkben, a szívünkben, és ha kell, akkor jó belátásra vezessen, hogy tudjunk dönteni a te igéd mentén, a te lelked vezetésével, hogy a szavaink, a viszonyulásaink, azok rólad szóló tanúbizonyság tételek legyenek. Hálás a szívünk, Urunk, mert emlékeztetsz bennünket újból és újból, hogy nekünk téged kell képviselni, megjeleníteni, és ezt nem tehetjük másként, csak úgy, hogyha engedünk neked. Hogyha hagyjuk, hogy a te szereteted, a te kegyelmességed átjárjon bennünket. És az életünknek lényegileg nincs más célja, csak az, hogy a hit útján minél jobban megismerjünk téged. És akarjunk járni és megmaradni a te útaidban. Hálás a szívünk, Urunk, mert te tanítgatsz bennünket, amit az apostol így fogalmaz meg közületek, senki ne keresse a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Hogy ebben a világban, amiben élünk, ez egészen másképp van, azt tudjuk, de nem az számít, hanem azt kérjük, hogy ezt a csodát, hogy a magunk szempontjait le tudjuk tenni, hogy tudunk egyel hátrébb lépni, és lemondunk adott esetben a bennünket megillető jogról, azt kérjük, Urunk, hogy ez munkált bennünk. Ezen van az áldás, ennek van gyümölcse, ebből lesz békesség, és a békességből élet. Köszönjük, Urunk, mindazokat, akik hitben előttünk jártak. Elsősorban is a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy minden vasárnap fölnézhetünk a mi hitünk fejedelmére, aki engedelmes volt mind halálig, mégpedig a keresztfának haláláig, aki hű volt az Istenhez, és hű volt
a fele barátjához, hű volt az emberhez, és önmagát sem tagadta meg. Úr Jézus Krisztus, a te neved áldassék és dicsőítessék, és add, hogy ez az isteni dicsőítés a mi életünknek is valósága legyen Isten tiszteletről Isten tiszteletre, és a köztes időszakokban is. Azért imádkozunk, hogy amikor igéddel, áldásoddal elbocsátasz a hétköznapok Isten tiszteletére, akkor elvigyük azt, hogy igazából azokban a konfliktus helyzetekben, azokban a vitákban, amelyek az emberi élet valóságának a része, miképpen tudunk megállni, és miképpen tudunk dönteni benned és általad. Őrizd és vigyázd a te népedet, add, hogy a hit erősödjön és növekedjen. Ezt kérjük a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves gyülekezet, hirdetem az adakozást Jézus Krisztus szavával, ami Urunk mondja, nagyobb boldogság adni, mint elfogadni. Fogadjuk Isten áldását. Békesség a testvéreknek, és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Tessenek helyet foglalni. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, több mindenről fogok beszélni, kérném szépen a figyelmüket. Az Isten tiszteleti rendet hirdetem, amely a következőképpen alakul. Ma délután 5 órai kezdettel tartjuk az evangélikusokkal és a baptista testvérekkel itt a református templomban a reformációs Isten tiszteletünket a szokásoknak megfelelően úrvacsorával egybekötve. Tehát ma délután 5 órai kezdettel itt a templomunkban lesz ez az ökumenikus Isten tisztelet. A jövő héten, hétfőn, tehát holnap 7:30 hétkezdő áhítat lesz. Csütörtökön délután a két csoportban a felnőtt, illetve a fiatal konfirmandusoknak a felkészítő alkalma lesz. Hirdetek egy rendkívüli alkalmat, amely pénteken délután 4 órakor lesz itt a templomunkban. Nevezetesen elhunyt Kőhegyi Mihályné, aki a gyülekezetünknek nagyon régóta, évtizedek óta a tagja volt, és a gyermekeivel történő megállapodás nyomán elköszönni őtőle. Tehát pénteken délután 4 órakor itt a templomban lesz, a hamvakat pedig a család a későbbiekben fogja a végakaratának megfelelően rendbontani az Isten tiszteleteinket. Tekintettel arra, hogy szerda munkaszüneti nap, és a munkaszüneti napokon nem szoktunk bibliaórákat tartani, nem hirdettem, a jövő héten nem lesznek bibliaórák. Hirdettem azonban, és ez nagyon lényeges és fontos, hogy mához 2 hétre lesz a gyülekezetünkben a presbiter és főgondnok választás. A gyülekezet honlapján fönt vannak már a bemutatkozások és egy alapvető információ a választással kapcsolatban a jövő vasárnap nyomtatott formában is, akik igénylik, azoknak a kezébe tudunk adni egy ilyen bemutatkozó füzetet. A jövő vasárnap és értelemszerűen azon a választási közgyűlésen is részletesen
fogunk ezzel a dologgal foglalkozni, tehát mához két hétre, november 12-én lesz a presbiter és főgondnok választás. Továbbra is szeretettel kérem a gyülekezet tagjainak azon részét, akik nem rendezték az egyház fenntartói járulékokat, hogy akinek ez nem okoz problémát, a számunkra segítséget jelent, hogyha a közeljövőben ezt befizeti. És ugyancsak kérem, hogy akik még nem rendezték a Reformátusok lapjának utolsó negyedévi előfizetését, azok legyenek olyan kedvesek ezt megtenni. A záró énekünk a 845. dicséret. Ez egy új ének, amit lehet, hogy még gyülekezeti istentiszteleten nem énekeltünk, vagy legalábbis nem sokszor. Ezért azt kérném szépen, egy verszakról van szó, hogy kétszer megállás nélkül énekeljük el a 845. dicséretet záró énekként. Tégy, Uram, engem áldássá!